Fodor Sándor, József Attila díjas író 1927. december 7-én született Csíksomlyón. Munkássága főként a Napsugár című gyermekfolyóirathoz kötődik, melynek 32 éven keresztül volt a szerkesztője. Tudja, mit kell a gyerekeknek írni, de azt is, hogy mit a felnőtteknek. Novellás kötetei, regényei, kisregényei, önéletrajzi írásai, publicisztikája bizonyítják ezt. Megjárta az életet, a világot, a hadakútját. A megpróbáltatások ellenére szemesarkában derűs szarkalábak jelennek meg, amikor felidézi életének néhány pillanatát. Mintha Elekapót, a nagymesemondót látnánk, vagy Arany Jánost, ami derűsen mosolyogva bólogat. Az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam, gyalog bizony. Azt kérdezték tőlem, nem tudom, hogy valaki megtanított erre a válaszra, vagy hogy miért mondtam én, de mindig ezt mondtam, valaki úgy azt hiszem a fülembe rágta, hogy hol születtél, Sanyika? Azt mondtam, Csíksomlyón Mária lábánál. De valaki megkérdezte, és mit csinált Mária? Mondtam, mosott. És utólag rájöttem, hogy tényleg igazat mondtam, mert az én édesanyám az mindig mosott, vart, és közben főzött, és közben gyönyörűen énekelt. Több mint 75 éve születtem ott, 1927. december 7-én. Édesapám tisztviselő volt, számvevő volt a törvényszéken. Akkoriban tanult meg, nem sokkal azelőtt, románul. Tulika 21-be került haza a hadi fogságból, és addig még nem tudott. Utána megtanult úgy, ahogy románul, és Csíkba helyeztette magát. Akkoriban volt ez, amikor a magyar tisztviselők százai, hogy nem mondjam ezrei, utcára kerültek, mert nem tettek esküt a román államra. Édesapám nagyon gyakorlatias ember volt, ő letette az esküt, ezt a békét Magyarország is aláírta, mondta ő, ezt a békét nem mi kötöttük, ezt a háborút nem én veszítettem el, mondta, tehát letette az esküt, és nem csak annyit tett, hogy ugye magának állást biztosított, hanem számos hasonló helyzetben lévő emberen is segített Csíkba, megmagyarázta nekik, hogy semmi értelme éhezniük egy teljesen kilátástalan helyzetben. Édesapámat meg kell mondanom, 1981-ben halt meg, ma is mélységesen tisztelem, egy ember tartok többre nála azok közül, akiket ismertem, pedig ismertem egy néhányat. Ez Márton Áron püspök volt, akivel az élet olyan helyzetben hozott össze, amikor magam is a kétségbeesés határán voltam, és nem csak engem, a feleségemet is visszahozott onnan azzal, amiket nekem akkor mondott, 1973 tavaszán, amikor felkereste.
Az elemi iskolát Csíksomlyon végezte Fodor Sándor. Gimnáziumi tanulmányait már a szomszédos Csíkszereda katolikus iskolájában. Lelkes tagja volt a cserkész csapatnak, hiszen katonatisztnek készült. Volt ez a Levente mozgalom, a kötelező a fiataloknak, és ennek a keretében hát én 16 éves koromban nagyon ügyesnek bizonyultam, nagyon jól lőttem célba, és egyáltalán ügyeskedtem, katonatisztnek készültem ugyanis. És 1944. augusztus 25-én kaptam egy behívót, egy SAS behívót, mert egy ilyen Levente táborba kinézett magának egy főhadnagy, hogy milyen jól lövök és milyen ügyesen bánok a különböző ilyen dolgokkal, és be akart hívni egy ilyen újabb kiképzésre, és SAS behívóval küldtek ki nekünk azért, hogy ne kelljen a vonaton fizetni. Csak hogy akkor közben megtörtént az augusztus 23-i kiugrás, és a behívót egy csendőr hozta ki, azzal, hogy hiába mondta édesanyom, hogy 17-et se töltötte, azt mondja, kérem, ne tessék haragudni, ezt tisztázza ottan, de nekem jelentenem kell, hogy elment. És akkor én elmentem, persze egy barátommal együtt, egy nálam 4 évvel idősebb barátommal együtt, titokba remélve, hogy azért mégiscsak hát, ha felvesznek katonának. Ez 1944. szeptember 1-én volt. Hát minden nagyon szép volt, a barátom is az már érettségizett, akkor tervezgettük, hogy hogy lesz, mint lesz. Amikor egyszerre csak a fejünk fölött elzúgott alacsonyan egy román vadászrepülőgép, és nagyon-nagyon sűrűn lőtt utána a légvédelem, és mind a hóna alatt robbantak ezek a lövedékek, de nem találták el, végül is elhúzott, de nem jött vissza. És egyszer csak valaki megszólal, mert elhelyezkedtünk egy vagon tetején. Megszólal mellettünk, hogy Haben Sie ein Stück Brot? Van egy darab kenyerük? Hát én német katona volt, nagyon csodálkoztunk rajta, hát azok általában nem nagyon kunyeráltak így kenyérért. Mondtuk, hogy ne, hát édesanyáink felpakoltak, rengeteg ennivalóval megetettük. Kiderült, hogy ő Brazíliában született, ott nőtt fel, és a Führer felhívására 1939-ben jelentkezett a német hadseregbe, és ezerszer megbánta, mondta ott nekünk. És kérdezte, hogy mi hova utazunk tulajdonképpen. Hát mondtuk, hogy hát, ha felvesznek katonának. Szent Isten! Hát akkor egy tanácsot ad nekünk, de azt fogadjuk meg. Soha vigyázzunk, se túl elő, se túl hátul ne legyünk soha, le se maradjunk, előre se törekedjünk, és ne jelentkezzünk önként semmire. Háborús élményeit Fodor Sándor évtizedekkel később a Sindisznóállás című kötetében örökítette meg. Nem csak a harcok, hanem a hazakerülés viszontagságos történetét is megírta. A könyvet elsősorban unokájának, Dávidnak szánta, aki mindig érdeklődve hallgatta ezeket a történeteket. Hirdették a 17 éven aluliak, akik nem voltak katonák, jelentkezzenek, és egy aranyos táborparancsnokunk volt, egy horvát nevű, a magyar táborparancsnok. Repülős vezérkari százados volt, aki, hát ott összeálltak, mert voltak ilyen leventék, akik tényleg nem voltak katonák, és azt mondja nekem, hogy meglátsz, azt mondja, te katona voltál? Hát mondom, igen, dehogy voltál, állj be oda. És beálltam oda. Az elsőktől kérdi, hogy te hol szolgáltál, és mondja az illető az alakulatot, hogy nem voltál katona. A honvédségnek nem kellettek kölykök. Te civil voltál, és leszakadt a katonaruhád. Hol voltál katona? Megint mondja, na jó. És amikor hozzám ért, már tudtam, hogy nem voltam katona, és leszakadt a civil ruhám, úgy van. Végtelenül jóindulatúak voltak az orosz tisztek is, a kihallgatáson felírtak, és most jön a leghátborzongatóbb élményem a fogságból. Összegyűjtenek minket, hogy most engednek haza. 200-at egyszerre.
És mindenki kapott egy doboz ilyen húskonzervet, amikor ment ki persze, és szólongattak egyenként. Engem szólítottak utoljára. Tessék elképzelni, hogy hogy összeszorult a szívem, hát nem mi lesz. Na, az aztán kimentem, és aztán hazakerültem. Június 6-án itthon voltam, ősszel letettem a magánvizsgát a 7. gimnáziumról, és az osztálytársaimmal 8-os lettem, és velük érettségiztem. És kérdeztem az iskola igazgatóját, hogy én tanár akarok lenni, milyen szakra menjek, hogy én Csíkba kerülhessek tanárnak azért, fiam. Mondom, matematika nem, ha lehet nem. Azt mondja, fiam, menj román szakos tanárnak, úgyis elég jól tudsz románul, légy román szakos tanár, nincs az egész megyében román szakos tanár. Fodor Sándor mindössze néhány hónapig tanárkodott Nagyszent Miklóson, mert 1951-ben már szerkesztőként dolgozott az Irodalmi Kiadónál. Ekkor kezdett el román szépirodalmat fordítani magyar nyelvre, és ekkor jelent meg első novellás kötete is. 1953-ban a legrosszabb időszakban édesapám akkor éppen le volt tartóztatva. És 1953. decemberében engedték el. Majdnem 2 évig volt oda. 52. március végén tartóztatták le, és 53. december végén engedték el. Adminisztratív ítélet volt. Tudnék, ő a háborúban kapott egy német vaskeresztet, egy másodosztályú német vaskereszttel tüntették ki, mert augusztus 23 után egy járőrrel bement Moldovába, Romániába, felvette a kapcsolatot ott a német egység, egy német ezreddel, és azoknak megmutatta a térképen, merre jöjjenek, és azok fel is jöttek aztán hozzájuk. Tehát meg is mentett egy német ezredet és a bekerítéstől, és ezért kapott egy másodosztályú német vaskeresztet. Ezt ő hazahozta egy komiszkenyérbe, és a munkahelyén tartotta eldugva mindenhova, mert figyelmeztettem, nehogy baj legyen belőle. Valóban tegyük el jól, azt mondja, ne félj fiam, miattam neked bajod nem lesz. Erre fogta magát, és egy ideig a megyei tervhivatalnál dolgozott, mint egyedüli párton kívüli, aki viszont nagyon jó könyvelő volt. És ott ő a vaskasszába tartotta a másodosztályú német vaskeresztet, mert oda nem nyúlt senki rajta kívül. Utána megszűnt a megye, jött a rajon, és ő Csíkba került, Csíktaplocára került, egy gép- és traktorállomás irodájába dolgozott. Ott is volt neki egy fiókja, és oda tette a vaskeresztet. Csak hogy loptak valamit a traktorállomáson, és éjjel a milícia feltörte az összes fiókokat. És képzelj el, találtak egy német vaskeresztet a fiókjában. És egy Mein Kampfot, Hitlernek a könyvét, magyar fordításba, de szerencsére nem volt felvágva. Tudik, azt akarta látni, hogy igaz-e, amit ezek mondanak a németekről és Hitlerékről. Csak nem volt felvágva szerencsére, tehát nem olvasta senki. Így aztán a kapott adminisztratív ítéletet 1,5 évet, 1-2 hónappal többet ült, és akkor hazajött. És ez alatt kezdtem én elírni. És akkor 1-2 jó írás is született, néhány gyengébb mellett. Egy van, amit úgy sajnálom, hogy megírtam, a Keserű gomba, egy olyan kulák história. Ez volt a különben az egyetlen. De akkor írtam nagyon szép dolgot is, például a Fehér fenyőt, ami azóta majdnem minden válogatásomban benne volt, novella válogatásban.
És hát ez volt az első kötete ennek a nemzedéknek a sütő könyve után, amelyik 4 évvel azelőtt, vagy 3 évvel azelőtt jelent meg, a Fehér Fenyő című könyvem. És aztán utána aztán jelengedtek meg a többiek, egész 56-ig, 56-ban, aztán 57-ben leálltam, nem is nagyon lehetett közölni akkor, és hát akkor olyan tematikai igények voltak, amiknek az ember nem tett eleget, és akkor 58-ban kezdtem el fordítani, de keményen. Fodor Sándor 1956-ban már a Napsugárnak a szerkesztője. Itt is marad nyugdíjba vonulásáig, azaz 1988-ig. A Napsugárnak volt egy nagy előnye a korunkkal szemben, mert együtt indult a két lap. A Napsugár szerkesztőségének az összeállításába, az összeállásába nem szólt bele senki. Asztalos Istvánra bízták, hogy válogassa össze a szerkesztőséget. Legfennebb ajánlottak neki, amit ha akart, elfogadott, ha nem, nem, általában nem fogadta el. Az ajánlásokat így került aztán a laphoz. Mindjárt induláskor óriási nagy státussal indult a lap, rengeteg állással, minden. Mindjárt az elején, 1956. október 1-ével nevezték ki a szerkesztőséget az asztalos javaslatára. Javasolták melléje ilyen szerkesztőségi főtitkárnak Farkas Jánost, akit ő elfogadott, és jól is jártunk vele végül is, mert minden, aztán az asztalos halála után 3 év múlva meghalt, minden adminisztratív és ilyen gondot teljesen levet rólunk. Hagyott dolgozni. Meg is kérdezték tőle, mert a Napsugár állandóan kapta a dicséreteket Magyarországról, a Kádáréktól, hogy milyen jó gyereklap. És kapta ide. És itt kérdezték, hogy Kunfás Domnule, hát hogy csinálod, hogy olyan jó az alap? És János azt mondta, hogy úgy, hogy hagyom az embereimet dolgozni. Na és akkor ott volt ugye Bajor Andor, Gál Margit, Gál Ernőnek a volt felesége, Tamás Mária, Kádár Tibor, a kitűnő festő, Sózöld Margit, és még ki is volt még ottan? Nem emlékszem már, érdekes, pedig még voltak. Voltak többen, de aztán hamar aztán jöttek a létszámleépítések, meghalt Gál Margit, váratlanul ugye összeesett az utcán és meghalt, és aztán úgy leszűkült a szerkesztőség, de még maradtunk éppen elegen. Úgyhogy Farkas János lett asztalos halála után a főszerkesztő, valamennyiünk kívánságára. Ja, Román Viktor dolgozott még ott, asztalos István sógora, amire aztán a egyes bukaresti barátaink úgy hívták a Napsugárt, hogy Allerféle családi lapok. De hát rendes fickó volt ez a Román Viktor, és nem volt egy különösen mondjuk liberális gondolkodású. De ki lehetett vele jönni, és nagyon szeretett dolgozni. Mi inkább igyekeztük visszafogni őt. Aztán, hát persze Bajor Andor, aztán odajött Kányádi Sándor, Lászlófi Aladár, nagyon jó együttes alakult ki, amelyik meg is maradt, jó szellemű együttes, Bajor Bandit sajnos, felettünk álló hatalmak hadakozása miatt a párt központi bizottságán belüli ilyen frekciók miatt
esett áldozatul ezeknek, mert tűnik valaki, olyas valaki védte őt, aki lebukott. Nem magyar egyébként. És ezért el kellett Bandinak mennie tőlünk a könyvkiadóhoz, amit nagyon sajnáltunk. De helyébe jött aztán Bálint Tibi, oda került Lászlófi Ali is, mondom, nagyon jó társaság volt, Kányádi. És aztán egyszerűen csináltuk a dolgot. Tudomásul vettük azt, hogy a KISZ-nek, mert a KISZ lapja volt, bizonyos elvárásai vannak. Írtunk egy-egy vezércikket, és ilyen dörgedelmetesebb vezércikket, amire amikor arról volt szó, hogy meg kell csinálni, akkor emlékszem, szegény Asztalos István mondta, hogy mostantól fogva lesz politikai vezércikk alapban, mondom, de Pista bácsi, nem olvassa azt el a gyerek. Pista bácsi mérges lett, azt mondta, hogy mit? Olvassa el a büdös kölyök! Fodor Sándor a mesemondás szent öregje. Legismertebb figurája, Csipike, népmesei alakká vált. A meseregényt 5 nyelvre fordították le, színpadra vitték, és gyermekoperává is átköltötték. A Napsugárral együtt jöttek a gyermekeknek szánt könyvek is. Azt szokták mondani, az ilyen gyermeknapi ünnepségeken, és ilyenkor, amikor a gyerekirodalom is divat, hogy gyerekeknek írni a legnehezebb, és hogy a gyerek a legigényesebb olvasó, hát ezek akkora halandzsák, mint egy ház. Gyerekeknek írni nem nehéz, mert a gyermek az nagyon hálás olvasó. Annak őszintének őszinte, mert ha unja, akkor nem olvas el, vagy nem figyel oda. De ha egy kicsi humor van, a róka fenékbe rúgja a medvét. Hát ezen akkorát kacag, ez olyan jó. Aztán egy kicsi cselekmény, történjék valami, hát ezért is hálás. A gyereknek nem, a gyereknek jót írni nehéz, és a jó az az, amit a felnőtt is szívesen olvas, amit a gyereknek írunk, de a felnőtt is szívesen olvassa. Na az a jó, az tényleg nehéz. Az tényleg nehéz, pontosabban nem mindig jön ki az embernek. Nekem egyszer jött ki, pontosabban még egy-két másik alkalommal, rövidebb írásokkal, de azt hiszem, több ilyen gyerekkönyvem jelent meg, nem dicsekszem velük, de a Csipike az talán sikerültet, mondjuk. ...1951 nyarán aztán megnősültem, feleségem képzőművészhallgató volt, és hát azóta is együtt vagyunk, hála Istennek, 2 szép gyermekünk született, Évike 1954-ben, és Eszter 1959-ben. Évike szőke volt, Eszter barna, és nagyon kedves, hogy az anyósom is szőke volt, édesanyám is szőke volt, és mind a kettő azt mondta, hogy pont olyan, mint a másik. De aztán Évike 18 éves korában elment tőlünk, és akkor egy nagyon nagy megrázkódtatás volt ez mind a kettőnk számára. Én egy fél év alatt lefordítottam egy 600 oldalas regényt, egy színdarabot, és megírtam egy kis regényt. Tehát teljesen a munkába menekültem, és én addig se voltam ateista, tehát pártag se voltam soha. De attól kezdve rendszeres templomba járóvá váltam, mert úgy gondoltam, hogy én találkozni szeretnék. Nagyon szerettem azt a leánykát, azt a nagyobbik leánykámat, a kicsit is persze.
És hát ez nagy csapás volt mind a kettőnknek. De aztán a kicsi megnőtt, férhez ment, és megajándékozott minket két gyönyörű szép unokával. Csak ugye megint jött a gond. Amikor a kislány unokám a nagyobbik 5 éves volt, és a második már jelentkezett, már ott volt a kislányomban, akkor elmentek. Úgy döntöttek, hogy átmennek Magyarországra, hál' Istennek. Elég jól kijött a lépésük, jól vannak, és hát megnőttek az unokák. A nagyobbik, a kislányt, az borzasztóan megrázta az innen való elmenete. Olyannyira, hogy még első, második ellenista korában is erősen érződött. De azon gondolkoztak, hogy ismétlőre buktassák, annyira nem ment neki semmi. Most kitűnően érettségizett, úgyhogy valószínűleg, hogy felvételi nélkül került az egyetemre. És a fiúcska pedig az már kint született, az is aranyos gyerek, kerékpárbajnok, na mindegy. De nem ilyen gyorsasági, hanem ilyen ügyességi terep, és ilyen, mit tudom én, nem értek hozzá. De nagyon-nagyon ügyes, rengeteg aranyérme van. És ahogy néztem ezeket a kupákat és aranyérmeket ott a szekrényében, mondom, hát mondom, Dávid, te nagy ember vagy, azt mondja, most már híresebb vagyok, mint te. Mondtam, sokkal. Na hát a feleségemmel, hála Istennek, nagyon jól megértettük egymást, amihez az is hozzájárult, hogy nem nagyon szóltunk bele egymás dolgába, csak ha a másik kérdett. Hát én a képeihez nem szóltam hozzá, csak ha kérdezett. Az írásaimat is hoz, és akkor szólt hozzá, ha megmutattam neki, és a véleményét kértem, különben nem. És ez azt hiszem nagyon jó volt. Soha ilyen témán össze nem vesztünk. És egyáltalán nyugodtan, békességbe éltünk. Kiváltképpen miután Évikém elment, hát azután aztán tényleg egy rossz omen volt köztünk. A több tíz novellás kötet, regények és gyerekkönyv ellenére Fodor Sándor nem szívesen beszél munkájáról, és a munkáját elismerő díjakról sem. Legbüszkébb arra a kézi munkára, melyet a Napsugár szerkesztőjeként kapott olvasóitól. Csíkszeredában, vagy Somlyón, Krisztina unokámmal sétálva régi ismerősömmel találkoztam. Mondd kicsi, büszke vagy nagyapádra? Kérdezte a gyermek. Mi válaszoltam helyette? Rám csak egyet se legyen büszke. Annak érvendeni, ha soha se kellene szégyenkezni miatt.